A közeljövőben elkezdődhet egy szélerőmű park kivitelezése Banán. Megoldják a csapadékvíz elvezetését is több utcában. A beruházásokról Toma Richárdot, a település polgármesterét kérdeztük. Én úgy gondolom, hogy a 2023-as év költségvetéséről szólnék egy pár szót. Próbáltuk úgy összerakni a költségvetést, ahogy a tavalyi évben, tehát civil szervezeteket támogatjuk ugyanúgy, ahogy eddig, sport, tűzoltó egyesület, nyugdíjas klub, Vörös Kereszt. Nagyjából ugyanazok a paraméterek vannak, mint az előzőekben, annyi különbséggel, hogy azért jönnek források, tehát ugye toppos pályázatból, és ezek egy pluszok, hogy ugye most a toppos pályázatoknál a kultúrház pályázat lépett be egy új szakaszba. Ugye a toppos pályázatoknak köszönhetően, valamint a magyar falu pályázatoknak köszönhetően elindult egy fejlődés a településen. Gyakorlatilag a legnagyobb projektünk, ami most folyamatban van, van a csapadékvíz elvezetéses projekt. A József Attila utcát, a Sport utcát, a Petőfi Sándor utcát és a Rákóczi utcát érinti ez, valamint a Bana Bábulna csatorna ároknak a tisztítása. Ugye azt tudni kell, hogy a József Attila utcán folyik le a Bana községnek a csapadékvizenek a 70%-a. Itt egy mederfeneket kap majd, egy új mederfenék lesz kialakítása beton elemekkel, hogy el tudjon minél gyorsabban vonulni a víz. Kapubejárók lettek felújítva, itt az önkormányzat hozzájárult a kapubejáróknak, egy-egy kapubejárónak a felújításához. Ugye mindent az eredeti állapotban próbálnak visszaállítani a szakemberek, ugye ez van a szerződésben is, úgyhogy ez az egyik most folyamatban lévő legnagyobb projektünk. Toppos pályázatból még ugye a mini bölcsi lesz, itt már a mini bölcsinél szintén tervek készen vannak, gyakorlatilag engedélyezés megtörtént, tehát engedélyes terveink vannak. Itt úgy tűnik, hogy egy 3 hónapon belül elindulhat majd a beruházás, most a közbeszerzés napokon belül az le fog zajlani, tehát vagyis elindul. Ugye ennek azért van egy átfutás ideje, hogyha ez megtörténik, akkor gyakorlatilag szerencsés helyzetben vagyunk, mert elindulhat a kivitelezés. Még toppos pályázata, amit elnyertünk, az pedig a kultúrház felújítása. Itt ugye megküldte a kincstárra a támogatói okiratot. 102 millió forintról beszélünk, gyakorlatilag ez egy olyan épület, amire több 100 millió forintot rá lehet költeni. Először a tetőszerkezettel kezdjük majd. Statikus volt kint, megnézte az épületet, sajnos nem találta túl jó állapotban, tehát a tetőszerkezetet sem, meg látszik valamelyes mozgás van az épületben, tehát itt lehet, hogy szükség lesz egy alap megerősítésre is. Magyar falu program, azt hiszem, hogy egyik veszőparipám volt még annak idején a kampány során, és azt mondtam, hogy kis települések erre számíthatnak legjobban, tehát itt gyakorlatilag a utóbbi időben elég jól sikerült elnyerni pályázatokat, hát több eszközöt, önkormányzati eszközbeszerzésnél, ugye itt gépeket tudtunk beszerezni, a orvosi rendelőnél szintén eszközöket tudtunk, orvosi eszközöket tudtunk beszerezni. Ezek már régebbi történetek. Új történet gyakorlatilag egy játszótér, ami új felszerelést kapott, egy új ütéscsillapítással, amit ugye apró kavicssal oldottunk meg, direkt azért nem homokkal, mert a homok az kedvelt az állatoknak, ugye a gyerekeknél, meg sajnos nem szeretnénk abszolút, hogyha bármiféle olyan fertőzést összeszednének, ami és nagyon sokan bíráltak is bennünket érte, hogy elsüllyednek a kavicsba, de higgyék el, hogy sokkal jobb a helyzet akkor, hogyha egészséges a gyerek, nem pedig az a legnagyobb gond, hogy a kavicsot ki kell önteni a cipőből, mert azért az, én azt mondom, hogy még mindig könnyebb megoldani, mint hogyha kórházba futkározni, vagy bármi olyan. Játszótérnél az önkormányzat tett hozzá önerőt. Itt sok probléma volt előtte a játszótérnél, rongálásoknak volt az áldozata mindig a vandalizmus, tehát itt egy felszerelésre került egy kamerarendszer, amit a mezőri szolgálat folyamatosan tud figyelni.
itt a, és a mezőri szolgálatnak a köszönhetően, vagyis inkább úgy mondanám, hogy Lencser János alpolgármester úrnak a képviselő tiszteletdíjából sikerült ezt megvalósítani, valamennyit az önkormányzat is hozzátett, így most már azért mondhatjuk, hogy biztonságos a környék. A kultúrház és a környéket be van kamerázva, úgyhogy mindent látunk, mindent tudunk, hogyha bármi rongálás, vagy bármi olyan dolog történik. Volt egy fejlesztésünk a temetőnél is, ugye a szintén Magyar Falu program, itt a ravatalozó került felújításra. Tetőszerkezet, belső átalakítások voltak, egy mellékhelység lett kiépítve, kulturáltan tetőszerkezet lett felújítva, a homlokzat lett szintén felújítva, tehát ez egy 7 millió forintos beruházás volt. Szociális tűzifát is megpályáztuk, ez ugye ez belügyminisztériumi pályázat volt, ez most már második pályázatunk volt a belügyminisztériumi pályázata. Ebben az évben sikerült egy 1 millió, majdnem 100 ezer forintot nyerni. Ebben 34 családnak nyújtottunk segítséget, tehát másfél köbméter fát kapott mindenki. Itt nagyon szeretném megköszönni azoknak az embereknek a segítségét, akik eljöttek, és sok önkormányzat úgy, ahogy kiszállításra kerül a fa, azt úgy továbbítja gyakorlatilag a rászorultaknak. Mi ezt összevágtuk, összekugliztuk összefogással, és ezek az emberek ezek önzetlenül jöttek, négy alkalommal sikerült négy hétvégét rááldozva összevágni és kiszállítani. Én úgy gondolom, hogy ez óriási segítség volt mindenki számára. Úgyhogy én még egyszer szeretném megköszönni nekik ezt a segítséget. Ami még fontos, hogy a topos pályázat után, a csapadékvízelvezetéses pályázat után egy Magyar Falu programos pályázat az, ami következik ebbe az utcába. Ahogy lemennek a munkálatok és a nehézgépek levonulnak gyakorlatilag az utcából, utána lesz egy útfelújításos pályázatunk, ez egy 40 milliós beruházás, szintén a Magyar Falunak köszönhetően. Itt szeretném megköszönni a képviselőasszony a segítségét és a lelkes odaadó munkáját. Gyakorlatilag az ő segítsége nélkül ez nem menne. Cunyini dr. Bertala Judit nagyon-nagyon sokat segít a településnek, és nem csak ebben, hanem minden más dologban. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt három évben 17 pályázatot nyert el a település. Annyit is nyújtott be, és annyit is nyert el. Ebből durván olyan 420 millió forint érkezett a településre. Ebben nagyon nagy köszönet még egyszer az országgyűlési képviselőnek, meg Popovics György vármegye közgyűlés elnökének, hiszen ők segítettek ebbe nagyon sokat a településnek, nem győzöm megköszönni. Most még ami folyamatban van, az egy a sportnál egy új öltöző építése, ez egy tavos pályázatból fog megvalósulni. Itt is, ha jól megy, lehetőséget kaptunk, benyújtásra került a pályázat. Itt az önkormányzatnak igazából nincs hozzá csak engedélyezési kötelezettsége. Anyagi vonzatot nem fog vonni maga után, reméljük, hogy zöld utat kap, hiszen már egy nagyon rossz állapotban lévő, dohos, egészségtelen öltözőnk van, ami gyakorlatilag nagyon régen épült. És akkor még egy, ami fontos, hogyha már ennyire szintén Magyar Falu, civil Magyar Falu elnyerte a kinizsi sportbarátok köre egy kis busznak a beszerzését. Igaz, hogy használt, 7 millió forintot költöttünk erre a kis buszra. Hamarosan ez is átadásra kerül hivatalosan is, úgyhogy azért vannak itt fejlődések, meg lesz is. Ugye a Top Plus-ba szeretnénk egy csomó dolgot megvalósítani. Első körben, ugye, ami már régi álma vágya mindenkinek, hogy a Pikóta nevű tovat rendbe tegyük. Ugye ennek a tónak a rendbetétele nem kevés pénz, ugye náddal nőtt, tehát ezt ki kellene takarítani. Igazából ez egy csapadékvíz tározó. Itt valamikor itt forgatták a János Vitézt, még a Dajka Margit féle János Vitézt. Ugye ennek van egy kis hagyománya is, ugye ilyen szempontból, van egy kis kulturális öröksége. Itt szeretnénk egy emlékparkot ennek szentelni. Körülötte egy futópályát, hogyha sikerülne ezt a Top Plus-ba elérni, reméljük, hogy
zöld utat kap ez is. Top pluszban még az önkormányzat épületét szeretnénk felújítani, ez is sajnos rászorul a felújítása, elég rossz állapotban. Energetikai felújításokat tervezünk kultúrháznál, fűtés korszerűsítés, közvilágítás korszerűsítés szeretnénk megoldani az elkövetkezendőkben, valamint a Bábolna Banaközti kerékpárútnak a megvalósítása, az lenne egy nagy falat. Reméljük, hogy ez is beleférhet még a Top Plus-ba. És akkor egy olyan beruházástól szeretnék még tájékoztatást adni, ami úgy tűnik, hogy a településnek egy óriási segítség, nem csak a településnek, hanem azoknak a föltulajdonosoknak, akik gyakorlatilag itt gazdálkodnak. Megkeresett bennünket egy cég, aki szélerőmű parkot szeretne építeni. Ez ugye az önkormányzatnak, tudjuk nagyon jó, hogy nem egy olyan nagyiparűzési adóval, bevétellel kérkedő önkormányzat vagyunk. Sajnos ilyen 43 millió forint, ami befolyik, de megpróbáljuk minél jobban gazdálkodva beosztani ezt a pénzt. Én azt látom, hogy a tavalyi évben a vállalkozók jó arányba fizették be, tehát még ilyen jó befizetési morált még nem tudott maga mögött az önkormányzat, gyakorlatilag nagyon minimális kintlévőségünk volt ebből a forrásból, és itt azért ez megtoldaná, ez a beruházás gyakorlatilag ezt a bevételt, hiszen egy 40 és 80 millió közötti valahol bevételt jelentene az önkormányzatnak, ezzel azért nagyon sokat tudna segíteni a településen, azért önerős beruházások, járdafelújítások, útfelújítások, tehát egyéb olyan költségek nyilván ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a dolgozóinkat, esetleg bérfejlesztések, tehát ilyenbe kell gondolkodnunk, hogy azért a nagy vándorlást azt elkerüljük, tehát mert azért azt látjuk, mindenhol munkaerőhiány van. Hát itt is előbb-utóbb sajnos utolérhet bennünket, de hogyha ebbe lépünk előre, és megpróbáljuk ezeket a dolgokat kezelni, és így könnyebb lesz a helyzetünk, hogyha ilyen bevételi forrása lesz az önkormányzatnak, akkor szerintem nem lesznek problémák banán. Hol épülne ez meg? Hát ez gyakorlatilag ugye a Bőnyi Szélerőmű Park és a Bábolnai Szélerőmű Park, vagy a fogadó állomás, ami itt van nem olyan messze, a villanyfogadó állomás közötti szakaszon épülne meg. Itt van egy centrál, annak a jobb és bal oldalán, tehát ott épülnének meg. Itt korábban is volt már egy ilyen törekvés, ugye voltak fölállítva mérőtornyok is, itt mért eredmények vannak, tehát azt jelenti, hogy itt gyakorlatilag csak kivitelezésről lenne hamarosan szó, tehát nem előzi meg gyakorlatilag a beruházást mérési eredmények kiértékelése, hanem itt gyakorlatilag már azt lehet mondani, hogy kivitelezés lehet. Ha van hozzá engedély, ugye meg lesz hozzá az akarata kormány részéről is, hogy módosítsák a jogszabályt, ami egyelőre ugye nem engedi a szélerőmű parkoknak a telepítését, de ugye valószínű, hogy azért is kerestek meg bennünket, mert itt a módosítás meg fog történni hamarosan, úgyhogy itt remélhetőleg zöld utat fog kapni, hiszen a befektető a napokban egy lakossági fórumot tartotta azoknak a gazdáknak, vagy azoknak a földtulajdonosoknak, ingatlan tulajdonosoknak, akik érintettek ebbe. Itt szerződéskötés fog történni, begyűjtötték az összes adatot, mi önkormányzat segítséget nyújtottunk gyakorlatilag abba, hogy a érintett gazdák névsorát, ingatlan tulajdonosoknak névsorát, azt biztosítottuk a számukra, ugye frissítettük az adatbázisukat, mert ugye nekik volt egy adatbázisuk már előzőekből, de itt most teljesen friss, ugye azóta voltak, akik elhaláloztak, voltak olyanok, akik eladták a földjüket, tehát ingatlan cserélt gazdát, úgyhogy ezeket frissítettük, és így ebbe segítettük a munkájukat, úgyhogy most már így a szerződéskötés szakaszába fog fordulni gyakorlatilag a beruházás. Még a végén beszéljünk pár szóba az energiaválságról. Hogyan sikerült, hogyan sikerül ezt orvosolni és megoldani, milyen intézkedésekre volt szükség itt a településen? Hát ez nagyon, nagyon nehéz kérdés. Ugye egy ilyen kis településen a mindennapi életünket befolyásolja most már ugye ez az energiaválság. Ugye sajnos
mint mindenhol, máshol is, itt is ugye intézkedéseket kellett tenni, ugye elvárás volt, hogy a önkormányzatok 25%-ot megtakarítsanak ugye gyakorlatilag az energiából, gázból, villanyból. Nálunk hát ugye szankciókat kellett bevezetni, gyakorlatilag a kultúrházat gyakorlatilag teljesen bezártuk. A sportnál a fűtést szintén teljesen megszüntettük, tehát a szerencsés itt az a helyzet, hogy gyakorlatilag a télen úgy sincsen, gyakorlatilag nincsenek edzések, nem látogatják a sportlétesítményt a sportolók, úgyhogy ott könnyebb helyzet volt ilyen szempontból, de a kultúrháznál bizony komolyan kellett venni a dolgokat. Nagyon magas volt a magas árakat szabtak ki ránk, gyakorlatilag világpiaci árak, ami annyit jelent, hogy a 110.000 forintos, úgymond fűtési költség az olyan 715.000 forintos számlával mutatkozott be első körbe. Hát ez ugye azért megterhelő egy önkormányzatnak, hogy ekkora összegről beszélünk. És akkor nem beszélek még ugye az orvosi rendelőről, az óvodáról, tehát ott is mindenhol. Tehát az óvodánál 21 Celsius fokos hőmérsékletet irányoztunk elő, ez még szerintem a gyerekeknek is elviselhető. Itt az önkormányzat épületben kellett egy kicsit komolyabb szankciókat végrehajtani. Gyakorlatilag arról van szó, mivel közös önkormányzat vagyunk Bábolnával, itt a kirendeltségnek a nyitvatartását korlátoztuk. Az azt jelenti, hogy szerdán és csütörtökön van nyitva a kirendeltség. Hétfő, kedd és péntek azok a napok, amikor a kolléganő ugye Bábolnán dolgozik. Itt a fűtést, azt abszolút temperáló fűtésre vettük vissza. Az annyit jelent, hogy itt 10 fok, 12 fokra van beállítva durván a hőmérséklet, ahhoz, hogy úgymond a fűtés meg a vizes blokk ne érje probléma. Szintén ugyanígy a kultúrnál is a vizes blokkos részt azt ugye külön lehet szabályozni, hála Istennek, és így ott is csak a temperáló fűtés van fenntartva. Sajnos a közvilágítás azon, amin nem tudunk spórolni, még nem is akarunk, mert azért az a nagy problémánk vele, hogy itt a korszerűsítéssel lenne szükség, több millió forintos költséget ról az önkormányzatra. Itt kaptunk támogatást, 10,5 millió forintot a kormánytól, gyakorlatilag annyival járul hozzá az önkormányzatnak a energia felhasználásához. Reméljük, hogy ha sikerülne megoldanunk a közvilágítás korszerűsítését, akkor nem lesz szükség már ilyen jellegű segítségre az önkormányzatnak.